ahol bárkivel szemben olyan módszerek is megengedhetők lennének, amelyek egyértelműen és kizárólagosan visszaélésre és jogtiprásra adnak alapot. Tehát egy ilyen törvényjavaslattal szemben jogvédőként, képviselőként határozottan nemet kell mondanunk, azért, mert egy olyan utat nyit meg, ami éppen az említett felütésben említett alapelvvel tökéletesen ellentétes. Helyre kellene állítani a jogállamot, és nem olyan módszereket és gyakorlatokat folytatni, akár a gárda betiltás, a gárda egyenruha tiltásának a fenntartásával, a nyomán létrejött polgárőrség üldözésével, vagy a olyan rendeletek hatályban tartásával, amelyek a gyülekezési jogot korlátozzák, a passzív engedetlenség, vagy a lex tojás törvény, ezek mind-mind az elmúlt 8 év szörnyszülöttei, és ezeket önök sajnálatos módon törvényalkotóként bűnös cinkossággal fenntartják, megerősítik, ahelyett, hogy a jogállamiságot inkább helyreállítanák. És sajnálatos módon az előttünk fekvő javaslat hemzseg ilyen rendelkezésektől, csak egyet emelek ki, amire már Bárándi Gergely is utalt, de egy megvilágítanám egy másik szempontból. Ugye most egy nagy kegyúri adományként kell megélnünk azt, hogy lehetséges, vagy nem lesz lehetséges az a törvényjavaslattal, hogy védő jelenléte nélkül kerüljön kihallgatásra egy terhelt. Most ez annak fényében, hogy 48 óráig viszont eltiltható a védő a terhelte való találkozásra, egy teljesen értelmetlen szabályá zsugorodik, hiszen hogy tudja így tisztességgel ellátni az egyébként ügyvédi eskének megfelelően a munkáját az a védő, aki életében először, vagy legalábbis az adott ügyben először találkozik a terhelttel a kihallgatás megkezdésének percében. Tehát még egyszer szeretném egyértelműen hangsúlyozni, hogy mi nem a politikus bűnözőket védjük. Ha rajtunk múlna, sokkal keményebben és sokkal határozottabban zajlana az elszámoltatás folyamata, amelyel szemben rendszeresen megfogalmazunk kritikáinkat. És nagyon jól ismerjük, hogy az elmúlt 8 év milyen módszerekkel dolgozott, hogyan juttatta börtönbe, hogyan fenyegette meg, és hogyan próbált elrettenteni az ellenállást a honfitársainkat. Novák előtt képviselőtársunk 5-ször is megjárta a rendszer börtöneit, és tele vagyunk olyan esetekkel, így tapasztalatokkal, amikor tudjuk, hogy a jognak döntő szerepe van abban, hogy megvédhessük azokat, akik a nemzet ügyében tisztességgel kiállnak. Ez az eszköz nem csak arra alkalmas, amire önök nevesítetten szánják, hogy a politikus bűnözőket felelősségre vonják, ezzel egyet tudunk érteni, hanem ugye beemelték most már a terrorcselekménnyel szembeni eljárás lehetőségét is. Ismerjük a világtrendet, többször elmondtam már, ezúton is elmondom. 2001. szeptember 11-e óta az a világjelenség ki tudja milyen forgatókönyvek hatására érvényesül a világban, amelynek a lényege az, hogy terrorcselekménynek bélyegeznek olyan típusú magatartásokat, amelyek egy nemzet önrendelkezésének megvédése érdekében szerveződnek, vagy egyszerűen nemet kívánnak mondani azokra a globalizációs folyamatokra, amelyek egyre jobban, sajnálatos módon hazánkat is legyűrik. Erről beszélt ma Volner János képviselőtársam is, ma interpellációjában az IMF, hogyan taszítja végsősorban rabszolgaságba Magyarországot minden szép szó ellenére. És ugye azt tapasztaljuk, hogy hát vannak adományok, vannak engedmények. Végül is igen, még akár örülhetnénk is annak, hogy végre a védő nélküli kihallgatás lehetősége kikerült a javaslatból. Belekerült a javaslatba az, hogy csak a tanú beleegyezésével alkalmazhatta a poligráf, a hazugságvizsgáló, vagy pedig a választott bíróságok köré eljárási lehetőségéből most már nem veszik ki a állami és önkormányzati szerveket, ami egyébként egy teljesen értelmetlen szabály volt. Vagy a bírói fórum választásnál csak az úgynevezett kiemeltebb ügyekben döntheti el az ügyész, hogy melyik bírói fórumhoz fordul. Tehát mindezek a javaslatok összességben csupán egy olyan látszat elfedést szolgálnak, hogy itt valójában mégse kell tartania majd senkinek attól, hogy önkényes eljárás alá kerül. Sajnálatos módon én régi idők tapasztalatából azt mondom, hogy és ez elmúlt egy év is igazolta az Oktogonnál nem régiben történt önkényes rendőrintézkedés, ahol körbezártak tüntetőket, vagy március 15-én Hősök terén jogellenesen állítottak elő ott is tüntetőket. Tehát azt gondolom, hogy nekünk egyértelműen fel kell emelnünk a szavunkat azzal szemben, hogy nem lehet utat engedni az ilyen típusú alapvető jogokat korlátozó büntetőjárási szabálymódosításnak, még ha, még egyszer mondom, a céljával, a politikus bűnözés elleni fellépéssel maximálisan egyetértünk, azonban egyet viszont ebben különbözünk a kormánytöbbségtől, hogy mi a jogállamiság és a törvényesség útjáról nem kívánunk letérni. Noha ezt olvasták legtöbbször a fejünkre, még a választási kampányban is erről szólt minden, hogy az MSZP törvényen felül, ugye a Jobbik a törvényen kívül helyezte magát. Most ebben a vitában
bizonyítjuk azt, hogy igenis mi a törvényesség mellett állunk úgy ki, hogy emellett viszont nem szűnünk meg követelni az elmúlt 8 év felelőseinek kőkemény felelősségre vonását, és egyúttal a politikus bűnözés írmagustul történő kiirtását. Ezért fogunk ebben a törvényjavaslat záró szavazásakor nemmel szavazni, mert ez a javaslat viszont sárba tiporja azokat az alapvető jogokat, amelyért mi is kiállunk. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő Schiffer András képviselő úr, frakcióvezető úr következik. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Én leginkább az általunk benyújtott zárószavazás előtti módosítókra egyes számon, illetve a 9-es és 10-es számon előterjesztett zárószavazás előtti módosítókra szeretnék röviden reagálni. Mindenek előtt viszont nem tudok úgy hozzászólni ezekhez a módosítókhoz, hogy ne tegyem szóvá azt, amit itt Lázár János képviselőtársam egy héttel ezelőtt napirend előtti felszólalásában elmondott. Én azt gondolom, hogy a demagógia rekordot sok tekintetben megdöntő hozzászólásban gyakorlatilag egy éles és frontális támadást intézett Lázár János a Védőügyvédség intézménye ellen. Zárójelben megjegyzem, hogy nem tudom, hogy Lázár frakcióvezető úr beszédét akár Balsai István, akár Szalai Péter megválasztott alkotmánybírák, akik maguk is védőügyvédként dolgoztak eléggé sokáig, hogyan fogadták. Minden esetre azt azért szeretném leszögezni, hogy az ügyvédség, mint olyan, az ügyvédség, mint az igazságszolgáltatás része, illetve a védőügyvédi intézmény, mint egy alkotmányos jogot megtestesítő intézmény, egész egyszerűen ugyanúgy a jogállamiság, az alkotmányos demokrácia biztosítéka, mint mondjuk a parlament. Egyszerűen arról van szó, hogy egy jogállamban a fegyveregyenlőség elvének érvényesülnie kell bűnvádi eljárásokban. Ahhoz, hogy a fegyveregyenlőség elve érvényesüljön, ehhez szükség van az állam irányába szükségképpen kiszolgáltatott állampolgárnak minden esetben megfelelő jogi segítségre. Aki nyíltan uszít a védőügyvédség intézménye ellen, az egész egyszerűen egy alkotmányos intézménynek a létjogosultságát kérdőjelezi meg. Amikor Lázár frakcióvezető társam azt tételezi, hogy a védőügyvédek eleve is szükségszerűen a politikus bűnözőket védik, akkor azért azt szeretném hozzátenni, hogy a politikus bűnözőket alapvetően azok védik, akik leszűkítik a közérdekű adatok körét. Tehát akkor, amikor majd negyed óra múlva önök szépen megnyomják az igen gombot arra, hogy Magyarországon január 1-től csak sokkal szűkebb körben lehessen közérdekű adatokat kérni, akkor önök állnak a politikus bűnözők oldalára. Tisztelt Országgyűlés! Az első zárószavazás előtti módosító javaslatunk, ami arra vonatkozik, hogy senkit ne lehessen a bírájától eltéríteni, szorosan kapcsolódik ahhoz a legfelsőbb bírósági véleményhez, amit már Gaudi nagy, illetve Bárándi képviselőtársaim említettek. A legfelsőbb bíróság azt mondta, hogy a törvényes bíróhoz való jog megkívánja, hogy bármely jogvita eldöntésére köteles bíróság a törvény alapján előre meghatározott absztrakt szabályok alapján alakuljon meg. Magyarul arról van szó, hogy egy jogállamban nem csak, hogy személyre szabottan nem lehet jogot alkotni, aktuális ügyforgalom alapján, illetve aktuális politikai érdekek alapján sem lehet bíróságot kijelölni. Ez bizonyos szempontból igen. Lehet, hogy lassítja az igazságszolgáltatást, de másik oldalon viszont garanciája annak, hogy érvényesüljenek olyan jogelvek, mint akár az ártatlanság vélelme, akár a fegyveregyenlőség elve. Mi ezt a zárószavazás előtti módosító javaslatot azért nyújtottuk be, mert úgy érezzük, hogy ez a rendelkezés, amit önök előterjesztettek, illetve egész pontosan az Alkotmányügyi Bizottság terjesztett elő úgy, hogy az Alkotmányügyi Bizottság meg sem ismerkedett annak a javaslatnak a szövegével, amit előterjesztett, ugyebár, az egész egyszerűen súlyosan sérti a hatályos alkotmány második szakaszában foglalt jogállamiság elvét, és éppen ezért a január 1-től hatályos alaptörvény hasonló rendelkezését is. Alapvető jogállami elv ugyanis, hogy az állami szervek hatáskörének és illetékességének jogszabályon kell alapulnia. Nem alapulhat egy bíróság hatásköre, illetve illetékessége egy ügyészi döntésen.
A legfőbb ügyész döntése ugyanis nem egy normatív aktus, nem jogszabály. Önök rendelkezhettek volna így, hogy a jogforrási hierarchiában felsorolják a legfőbb ügyész döntését. Hát láttunk már ennél extrémebb dolgokat is az elmúlt egy évben, nem ezt tették. Innentől kezdve a bíróság hatásköre és illetékessége nem alapulhat egy legfőbb ügyészi döntésen. Az ügyész diszkrecionális joga az eljáró bíróság meghatározására éppen ezért a hatályos alkotmány 57 szakasz első bekezdésében elismert, a fair eljáráshoz való jog részét képező fegyveregyenlőség követelményeivel is ellentétes. Ugyanezt a jogelvet egyébként az önök által megszavazott alaptörvény is így tartalmazza. Ellentétes, hiszen az egyik felet, tehát a közvádlót olyan döntés meghozatalára jogosítja fel, minden további garancia meghatározása nélkül, amely a terheltnek a büntető eljárási helyzetét meghatározza. A másik, amin 9-es, illetve 10-es számon zárószavazás előtti módosító javaslatot terjesztettünk elő, szintén azt célozza, hogy a súlyos alkotmányossági hibáit ennek a javaslatnak kiküszöböljük. Ez a rendelkezés ugye egyrészt tartalmazza azt, hogy legfeljebb 120 óráig, de őrizetben lehet tartani valakit, másrészt pedig súlyosan korlátozza a védőügyvédhez fűződő jogot. Itt szeretnék megállni egy pillanatra, mert már az előbbi hiba, amit említettem, tehát akkor, amikor önök a legfőbb ügyészt diszkrecionális jogkörrel hatalmazzák fel, tulajdonképpen szükségtelen is. Hiszen a decemberi bírói szervezeti törvénymódosításban azt gondolom, hogy helyesen a legfelsőbb bíróság elnöke kapott egy olyan jogkört, amivel egyébként tudja kezelni azt a helyzetet, hogyha bizonyos bíróságok között nagyon durva ügyleterheltségi mutatók jelentkeznek. Itt megint csak arról van szó, hogy a védő ügyvéddel való kapcsolattartás jogának a korlátozása egészen egyszerűen szükségtelen. Önök pontosan tudják, hogy azok az ügyek, amiket önök kiemelt ügynek minősítenek, tipikusan a különböző korrupciós bűncselekmények, gyanúsítottjai általában vannak olyan helyzetben, hogy meg tudják állni azt, hogy 24 vagy 48 órán keresztül egész egyszerűen nem nyitják ki a szájukat. Akkor mi szükség van egyáltalán ilyen korlátozó szabályra? Az a helyzet, hogy ez a dupla jogkorlátozás, tehát a 120 órás időtartam, illetve a védőügyvéddel való kapcsolattartás jogának a korlátozása sérti a hatályos alkotmány 55 szakasz második bekezdését, illetve a hatályos alkotmány 57 szakasz harmadik bekezdését. Ez egyben azt is jelenti, hogy a január 1-től hatályba lépő alaptörvény megfelelő szakaszait is sérti. Tehát, még egyszer, arról van szó, hogy egy bűnvádi eljárásban, egy jogállamban az alkotmányos rendszernek reagálnia kell arra, hogy szükségképpen az állam egy előnyösebb informáltság, hatalmi eszközök tekintetében előnyösebb helyzetben van, mint a meggyanúsított személy. Éppen ezért minden jogállamban alapvető büntetőeljárásjogi alapelv a fegyveregyenlőség elve. Azok a javaslatok, amiket itt zárószavazás előtti módosítókkal kívánnánk helyretenni, ezeknek a legalapvetőbb alkotmányos jogelveknek a helyreállítását célozzák. Az a forradalmi jogalkotás, amit itt Lázár János meghirdetett egy évvel ezelőtt, olyan alapvető büntetőeljárásjogi alapelveket sért, amit megjegyzem, az rendszerváltást megelőző 20-30 évben sem mertek így, ilyen módon fölrúgni. Ezért én nagy tisztelettel arra kérem önöket, hogy tekintettel arra, hogy az Alkotmányügyi Bizottságon belül is merültek föl komoly alkotmányos agályok, sőt, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részéről is komoly alkotmányossági agályok fogalmazódtak meg a bizottsági ülésen, ezeket a zárószavazás előtti módosító javaslatokat támogatni szíveskedjenek. Az pedig, ami Lázár frakcióvezető úr jogpolitikai szándékait illeti, amivel akár egyet is lehet érteni, hogy a korrupciós ügyekben, az elszámoltatási ügyekben hatékonyabb felderítés és egyáltalán a korrupcióval szembeni állami fellépés hatékonyabb legyen, két dolgot tudnék mondani. Az egyik, hogyha ilyen törvényjavaslattal állnak elő, akkor egyrészt a bűnfelderítésre vonatkozó megfelelő módosító javaslatokat terjesszék elő,
a bűnfelderítés könnyítésére vonatkozó javaslatot nem láttunk, illetve az ügyvédi magatartásra vonatkozó szabályokat az ügyvédi törvényben meg lehet nyitni. Ezt sem tették meg. A másik teljes félreértés az, hogy azt gondoljuk, hogy önmagában, hogyha az okozatot kezeljük, azzal az okot is megszüntetjük. A különböző bűncselekmények azok következményei annak, hogyha egy országban nincs, a kormány nem rendelkezik egy átfogó antikorrupciós politikával. Akkor, amikor a büntető politikát próbáljuk reszelgetni, itt az okozatokat próbáljuk eltüntetni. Éppen ezért én újólag arra kérném a kormányt, miniszter urat, hogy haladéktalanul mutassanak föl egy olyan antikorrupciós stratégiát, aminek az elfogadása és végrehajtása esetén nincs is szükség arra, hogy újra a büntető politikán tegyen erőszakot az országgyűlés. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a záróvitát lezárom. Megkérdezem, Cserpalkovics András képviselő urat, kíván-e válaszolni a vitába? Nem kíván. Most a módosító javaslatokról határozatunk. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő alkotmányügyi bizottság az ajánlás 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12. és 13. pontjait támogatja. Ezek közül az LMP külön szavazást kérte a 2. és 8. pontokról annak érdekében, hogy az országgyűlés dönthessen az ajánlás 1., 9. és 10. pontjairól. Kérdezem önöket, elfogadják-e Lázár János előterjesztő által támogatott módosító javaslatokat az ajánlás 3.-tól 7. terjedő pontjai, valamint 11., 12. és 13. pontjai szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatokat ...254 igen szavazattal, 40 nem, és 52 tartózkodó szavazat ellenében elfogadta. Most a külön szavazásra kért javaslatokról és azok alternatíváiról döntünk. Az eljárás első pontjában Schiffer András, a második szakaszban a büntető eljárási törvény 15. szakasz 9. bekezdésének elhagyását kezdeményezi. Az alaprendelkezés bírói fórum választásának lehetőségét biztosítja. A javaslat elfogadása kizárja a második pontot, amelyben Lázár János azt a jogot csak a kiemelt ügyekben kívánja az ügyésznek biztosítani. Először az első pontról döntünk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 93 igen, 252 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most a második pontról szavazunk. Az előterjesztő támogatja, de az LMP kérésére külön szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 286 igen, 57 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. A 9. és 10. pontokban Schiffer András a 23. szakaszban a törvény 554 per nagy ház szakasz elhagyását és az 554 per nagy el szakasz módosítását kezdeményezi. A két rendelkezés a terhelt és a védő kapcsolattartását szabályozza. A javaslat elfogadása kizárja a 8. pontban szereplő indítványt. Kérem, szavazzalak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 110 igen, 240 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Most az ajánlás 8. pontjában Lázár János indítványáról döntünk. Az LMP kérésére szavazunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 241 igen, 105 nem és egy tartózkodó szavazattal elfogadta. Most a záró szavazás következik. A határozathozatal előtt megkérdezem, hogy a kormány álláspontját kívánja-e valaki ismertetni. Jelenkezőt nem látok. Nem látok, felhívom képviselőtársaim figyelmét, hogy a törvényjavaslat 25. szakaszában a bírák jogállásáról szóló törvényt módosító rendelkezések elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. Erre figyelemmel a záró szavazásra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést. Elfogadja-e a per 3522-es számú törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét az egységes javaslat szerint. Kérem, szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslat minősített többséget igénylő részét
255 igen, 97 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a TPER 3522-es számú törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét az egységes javaslat imént módosított szövege szerint. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a törvényjavaslat egyszerű többséget igénylő részét 255 igen, 97 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Az előterjesztő indítványos, hogy az országgyűlés elnök az imént elfogadott törvény sürgős kiirdetését kéri a köztársasági elnöktől. Kérdezem, önöket hozzájárulnak ehhez. Kérem, szavazzanak! Az országgyűlés a sürgős kihirdetési kérelmet 253 igen, 100 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta. Soron következik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztés TPER 3586-os számon, a bizottságok együttes ajánlásait pedig TPER 3586/40-es és 45-ös számon kapták kézzel. Az államtitkári zászló már elhangzott, most határozathozatalok következnek. Felkérem Nyakó István jegyző urat, hogy ismertesse ezzel kapcsolatos információkat. Tisztelt Országgyűlés, az ajánlás 1, 3, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39. pontjai nem kapták meg a szükséges bizottsági támogatást, így ezekről nem határozunk. Ugyancsak nem kapta meg a szükséges bizottsági támogatást a 9 és a 20-as pontokba szereplő javaslatsor, a 22. pont, valamint a 42 és 43. pontokba szereplő javaslatsor, de ezekről az MSZP, továbbá az ajánlás 4, 8, 11 és 16. pontja, amelyekről az LMP, valamint az 5, 36 és 41 pontokról, amelyekről a Jobbik szavazást kért. Tájékoztatom önöket, hogy az előterjesztő az ajánlás 2, 12, 29, 38 és 41. pontjai, valamint a kiegészítő ajánlás 1, 2, 3 és 4. pontjait támogatják. Köszönöm szépen, jegyző úr, kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a támogatott módosító javaslatokat. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat 267 igen, 39 nem és 41 tartózkodó szavazattal elfogadta. Bizottsági állásfoglalásra és frakciókérésre figyelemmel még további javaslatról is döntenünk kell. Az ajánlás 4. pontjában Schiffer András és Szabó Tíme, a 3. szakasz 5. pontjában a közérdekű adatfogalmát módosítják. Ezt a javaslatot kizárja az 5. pontban szereplő indítvány, amelyben Hegedűs Lóránt és Novák előd ennek új fogalmát terjesztik elő. Először az 5. pontról döntünk, a Jobbik kérésének megfelelően kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot 57 igen, 262 nem és 33 tartózkodó szavazattal elutasította. Most az ajánlás 4. pontjáról az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot 97 igen, 252 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 9. pontjában Steiner Pál a 6. szakasz 1. és 5. bekezdésének elhagyását kezdeményezi, amelyek személyes adatkezelésének lehetőségét tartalmazzák. A javaslat összefügg a 20. ponttal, így ezekről együtt döntünk. A javaslatsor elfogadása kizárja a 8. és 11. pontokat. Az MSZP kérésére szavazzunk, kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot 53 igen, 253 nem, 42 tartózkodó szavazattal elutasította. Most az ajánlás 8. és 11. pontjában Schiffer András és Szabó Tíme javaslatáról döntünk, az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot 56 igen, 291 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 16. pontjában Schiffer András és Szabó Tíme a törvényjavaslatot az adat továbbítás, az adatkezelések összekapcsolása részletszabályaival egészítik ki, az LMP kérésére szavazunk. Kérem, szavazzanak! Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot
99 igen, 249 nem szavazott a tartózkodás nélkül, elutasította. Az ajánlás 22. pontjában Steiner Pál a 24. szakasz második bekezdésében az adatkezelés kötelező felfüggesztésére terjeszt elő javaslatot. MSZP kérésére szavazunk, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. Száz igen, 251 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 36. pontjában Hegedűs Lóránt és Novák előtt az 58. szakasz adatfelhasználási szabálya egészítik ki. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 81 igen, 266 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Az ajánlás 37. pontjában Hegedűs Lóránt és Novák előd a 61. szakasz harmadik bekezdésében szereplő bírság felső határát kívánják megemelni a bizottságok. Támogatják, kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 56 igen, 287 nem szavazattal egy tartózkodás mellett elutasította. 41. pontban Hegedűs Lóránt és Novák előd a 75. szakasz első bekezdés módosításával azt javasolják, hogy a hatóság az adatvédelmi biztos általános jogutódja legyen. A Jobbik kérésére szavazunk. Kérem szavazzanak. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 83 igen, 267 nem szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Jelezni szeretném a technikai munkatársainknak, hogy Vadai Ágnes képviselőasszony jelezte, hogy nem működik a gépe, kérem utána nézni. Az ajánlás 42. és 43. pontjaiban Steiner Pál a 76. szakasz, valamint 88. szakasz 6. bekezdésének elhagyását javasolja, amelyek az alaptörvényre utaló rendelkezéseket tartalmaznak. A 88. szakasz 6. bekezdésének elfogadása az az előterjesztő tájékoztatása szerint a jelenlévő országgyűlési képviselők igen szavazata szükséges, így a javaslatsorról ennek megfelelően határozunk. Úgy gondolom, kimaradt a 2/3 igen ebben a felolvasásban. Az MSZP kérésére szavazunk. Kérem szavazzanak a jelenlévő 2/3-ával. Kimaradt a 2/3. Kimondom a határozatot, az országgyűlés a módosító javaslatot. 55 igen, 297 nem, szavazattal tartózkodás nélkül elutasította. Határozathozatalunk végére értünk, a zárószavazás a jövő heti ülésünkön kerül sor. Soron következik az alapvető jogok biztosáról szóló törvényjavaslat módosító javaslatainak határozathozatala. Az előterjesztés TPER 3585-ös számon, a bizottságok együttes ajánlását pedig TPER 3585/65 és 85-ös számokon kapták készet. Emlékeztetem önöket, hogy az előterjesztői zárszó már elhangzott. Tájékoztatom az országgyűlés, hogy a TPER 3585/65-ös számú ajánlás 16., 23. és 61. pontja nem kapta meg a bizottságok szükséges támogatást, ezekről nem határoz az országgyűlés. Felkérem Földesi Gyula jegyző urat, ismertesse azokat a módosító javaslatokat, amelyeket az előterjesztő támogat. Tisztelt országgyűlés, az előterjesztő előzetesen írásban minden frakció részére eljutotta a támogatott módosító javaslatok körét. Ezek szerint a TPER 3585/65. Számú ajánlás 11., 32., 34., 36. és 55. pontjait, továbbá a TPER 3585/85. Számú kiegészítő ajánlás 1., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 20. és 21. pontjait az előterjesztő támogatja. Felhívom tisztelt figyelmüket, hogy a támogatott javaslatok elfogadása kizárja az ajánlás 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 21., 22., 30., 31., 35., 59., 60., 62., 63. pontjában lévő javaslatok elfogadását. A kiegészítő ajánlás 19. pontjában lévő javaslatot előterjesztőik visszavonták. Most az előterjesztő által támogatott módosító javaslatokról határoz az országgyűlés. Kérdezem, a tisztelt országgyűlés elfogadja ezeket? Kérem szavazzanak! Az országgyűlés a támogatott módosító javaslatokat.
350 igen szavazattal, ellen szavazat és tartózkodás nélkül elfogadta. Most azokról a módosító javaslatokról határozunk, amelyekről a házszabály értelmében még szavazni lehet. Az ajánlás második is, a kiegészítő ajánlás második pontja alternatív javaslatot tartalmaz az első szakasz második bekezdés módosítására. Először Szabó Tíma és társai javaslatát teszem fel szavazásra az ajánlás második pontja szerint. A bizottságok nem támogatják, kérem szavazzanak. Az országgyűlés a módosító javaslatot 98 igen 250